Híreink röviden. Árvízi összefoglaló Nagymarostól Dunakeszig. Szentendrén sikeresen vizsgázott a mobilgát, 891 cm-rel tetőzött a Duna 100 halombattán. Helyzetkép Érdről és Sziget-Szentmiklósról. Vöröskereszt adományosztó akció. Sok a szivárgó víz, levonult az ár. Üdvözlöm Önöket, a 187 magazint látják, Brückner Melinda vagyok. Kedves nézőink, az elmúlt napokban soha nem látott méretű árhullám vonult le a Dunán, amelynek jelentős része Pest megyét is érintette. Szerkesztőségünk a partner tévétársaságokkal egyeztetve úgy határozott, hogy a 301. adást teljes egészében a 2013-as nyári árvízről készült beszámolókból állítja össze. Pontos, megtervezett munka, összefogás és önzetlenség jellemezte az elmúlt napokat a Duna Pest megyei szakaszán. A TV 187 stábja a hétvégén tetőzött folyónál folyamatosan ott volt, hogy a védekezésről beszámolhasson Önöknek. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a szorványos vízátfolyások, szivárgások ellenére a megye északi részén az elmúlt nehéz napok után végre fellélegezhettek az érintett területeken tevékenykedő emberek. A Duna-Pest megyei szakaszán folyamatosan csökken a vízszint. Az ár dél felé tart, és várhatóan még ezen a héten minden magyarországi településen megkezdődhet az apadás. Az elmúlt két hétben azonban megfeszített munka zajlott több településen is, hogy az ára lehető legkevesebb kárt okozza. Az ország minden pontjáról igyekeztek segíteni az emberek akár adományokkal, akár pénzben, akár két kezük munkájával. Veresegyház nagy teljesítményű szivattyúkat, illetve a Gamesz néhány munkatársát és önkénteseket küldött Nagymarosra, hogy részt vegyenek a védekezésben. Csütörtök reggel kaptuk a polgármester úrtól az utasítást, hogy hozzuk fel a két vadonatúj szivattyúnkat. Csütörtök reggel kezdtünk, 24 órás szolgálatokat csinálunk négy emberrel. Reggel 9 órakor van a váltás. Körülbelül itt látható a hátam mögött ezt a 150 méteres szakaszt, ezt a Veresi Gamesz védi. Rajtunk kívül ide más nem is engednek be. Négy nagy teljesítményű szivattyút hoztunk, percenként 4500 litert nyomnak, ezek most már 24 órában dolgoznak folyamatosan. A Veresegyházi szervezet munkatársai ezen a héten még Nagymaroson maradnak, hogy addig segítsék a védekezést, amíg a vízszintje jelentősen nem csökken. A település védművénél 170-180 rendvédelmi munkatárs dolgozik, és egész héten érkeztek a helyiek is. Nagymaroson szombatra virradóra a Váci úton betört a víz, megdőlt az egyik kerítés, az utcából akkor 30 embert kellett kimenekíteni. Azóta jelentősen csökkent a vízszint. A gátakon dolgozó katonáknak és tűzoltóknak az önkormányzat C-vitamint osztott, így akarják megóvni őket a fertőzésektől. A Dunai árvíz vasárnap délután 804 cm-rel tetőzött Vácnál. A város teljes dunaparti szakaszán gát épült, amely 60 cm-rel lett magasabb és erősebb, mint a 2002-es védekezésnél, amikor a Duna 767 cm-nél tetőzött. A földvári téren önkéntesek, illetve a börtön területén az elítéltek folyamatosan töltötték homokkal a zsákokat, tartalékot képezve az esetleges gondok megoldására. A Diadaltér környékén nagyon sok a talajvíz, több buzgár okoz problémát. Itt nagyon nehéz volt kezelni a megnövekedett felszíni vízhelyzetet. A helyi katasztrófavédelmi tervben szereplő 152 ember helyett azonban 14-nek kellett csak kiköltözni a Váci Liszt-Ferenc sétányon lévő lakásából. A Vác városában három jelentős helyen kell védekeznünk. Az első az északi kisváci részen, ott a védekezés 3-4 házra vonatkozik. Itt a Dunaparti sétányon, itt a teljes sétányhozban gátat építettünk. A gátépítés nagyon jól sikerült, a szivárgás az jelen pillanatban minimális, tiszta vízszivárok. Ez azt jelenti, hogy a homokzsákok állják a nyomást. A hétvégén az Eszterházi utca sarkán beszakadt az útfelület, de szerencsére nem alakult ki buzgár a helyén, és nem keletkezett nagyobb kár. A harmadik ilyen kritikus pont Vác városában a Földvári téren és a Diadal téren van. Ugye a Burgundia városrész az egy alacsonyabban fekvő városrész, ott a lakosságnak egy része egyénileg kell, hogy a kertjeiben védekezzen, az utak felől pedig megpróbáltuk a házakat védeni, a bejáratokat.
A város polgármestere többször is megköszönte az elmúlt napokban az önkéntesek segítségét. A civil lakosság a Földvári térnek a buszmegállójában homokzsákokat tölt, amit ezúton is minden egyes önkéntesnek és természetesen a gátakon dolgozó szakembereknek is megköszönök, példaértékű, ahogy Vác városa összefogott, és ahogy a városát védi. A történelmi árvíz a hét közepéig jelentette a legnagyobb terhelést a városnak, illetve a védekezésben résztvevőknek. Mint egy 25-30 centivel fölötte vagyunk a korábbi szintnek, és ezt jóval későbbi időpontig kell tartanunk. Tehát itt a tetőzés az 3-4-5 napot is igénybe vehet. A szerda után úgy gondolom egy kicsit fellélegezhetünk. A Váci mentési munkák vezetője úgy fogalmazott, csatáznak a vízzel. Egyszer a víz áll jobban, most mi, szó szerint nagyon sok problémánk van. Lényegében a talajvízzel, illetve a talajból feltörő vizekkel. Ez megint egy ilyen történelmi esemény, hogy ha az ember belegondol, hogy miért volt fontos a Váci híd 1848-49-ben. Mert mocsár volt a környékén, és ezen lehetett átjárni ezen a hídon, úgyhogy mi egy ilyen mocsaras területen vagyunk, és mindenütt megjelenik a talajból a víz. Szóval azt lehet mondani, hogy 3-4 nap múlva itt a városnak ezen a részén a talajvízszint az a Dunának a vízszintje lesz. Ez a zsákmennyiség, ami Vácon be van építve, hogyha egyenként kiroknák, akkor nem is tudom, hogy lehetne elvenni vele, és azt meg kell mozgatni, azt ide kell hozni, úgyhogy ez ilyen szempontból egy fantasztikus logisztikát igényel, és ebbe a logisztikában tökéletes egység van. A sok-sok adódó problémát igyekeznek minél hamarabb megoldani, de folyamatos lemaradásban vannak a víz erejével szemben. A másik meg az, hogy akik dolgoznak, azok között jó a hangulat. A szakemberek többször is hangsúlyozták, a település ivóvízbázisával nincsenek problémák, de ennek ellenére a fürdővíz takarékos használatára kérik a város lakosságát. Dr. Nagy Magdolna járási tiszti főorvos közleménye szerint az árvízi védekezésben fertőzési veszélynek kitett polgárvédelmi civil szervezetek lakosság részére a gamma globulin, azaz a bélfertőzések elleni védőoltást az érintett területek házi orvosainak június 11-ig eljuttatják. A héten tehát megkezdődött a lassú apadás, amely további kemény védekezési munkákat igényel majd. Sződligeten is felkészülten várták az erő levonulását a Dunán. A település előrelátásának és az elmúlt évek tapasztalatainak köszönhetően Sződliget lakóházait sikerült megvédeni az idejében lehelyezett homokzsákok segítségével. Azért történik most itt a gödörnek a megerősítése, mert ide a híd alatt átfolyik a víz. Most átfolyik a víz, elázik a talaj, és akkor itt ilyen fakadó vizek lehetnek, vagy megcsúszhat a fal. Hogy ezt elkerüljük, megtámasztjuk ilyen bordás támasztással a falat, ugyanakkor árvízi kapu föl van téve, tehát ha szűri a vizet, nyomás nincsen benne, de reméljük, hogy nem bír átjönni a víz erre az oldalra. Tehát azért egyfajta támasztás, egy biztonsági támasztás ez az egész technikai megoldás. Hát ez sajnos fölvesz néhány ezer zsákot, az a baj, hogy itt ezer zsákokba mérjük a mennyiséget, itt ebbe ez a baj. Ugye a legnagyobb örömünkre ugye Budapestről és Dunakesziről voltak lakók itten, akik csak hallották, hogy védekeznek. Ugye olyan helyen, ahol nem kell annyira védekezni, ők akkor átjöttek ide segíteni, de sokan vannak Sződről, épp a sződi polgármestert láttam az előbbi, tehát Sződről, Rátótról, ez a brigád, ez teljes Rátóti brigád itt, tehát jönnek sokan segíteni, a helyiek töltik a zsákot, úgyhogy és ahogy most látom, jön egy újabb egyenruhás alakulat, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy újabb brigád fog belépni, akkor ide segíteni. Sződ polgármestere, aki nap mint nap részt vett a sződligeti védekezésben, ugyancsak az összefogás fontosságát emelte ki. Hát szerencsére nem kell hívni az embereket, mert jönnek maguktól, hiszen Sződ az közel van ez a település, ez a két önkormányzat között különben is elég jó kapcsolat van. Most már több mint 10 éve elég szoros kapcsolatot tartunk fel a polgármester úrral is, és most a polgármesteri hivatal összes dolgozó mai nap itt van, ma nincs ügyfélfogadás, és ma itt vannak a hölgyek, azok a kenyereket, meg a szendvicseket készítik, és mi pedig a műszaki csoporttal, meg a közmunkásokkal kiegészülve, meg itt jöttek még sződiek is, csatlakoztak hozzánk, itt mögöttem például épp két nyugdíjas sződi ember pakolja a zsákokat, és segítünk. Az a természetes dolog, hogy a önkormányzat nehéz helyzetbe kerül, akkor jövünk és segítünk. A szőrligeti gát mellett hétfőhajnalban eltörött egy vízvezeték, amelyet eleinte buzgárnak éltek és nagy riadalmat okozott. A még mindig magas dunai vízállás miatt azonban a javítás csak néhány nap múlva kezdődhet meg.
Bár a teljes szélességében lezárt kettes főutat Sződligetnél másfél méter magasan elöntötte a folyó, a község megúszta. A hétfő este Dunakeszinél mér csak nem 8 méteres vízszinthez képest legalább 1 méternyit kell lapadni a Dunának ahhoz, hogy újra megnyissák a kettes főút főváros felé eső szakaszán. A Dunakeszi járási hivatal vezetője, a helyi védelmi bizottság elnöke szerint az apadás ellenére még sok a szivárgás az út alapzatában. Ezért a kívánt 1 méteres vízszintcsökkentést követően csak a 7,5 tonnánál kisebb súlyú járműveket fogják felengedni az útra. Az árvízi vészhelyzetet július 19-ig meghosszabbították az országban, a kormány pedig várja a Dunai árvíz miatt kárt szenvedő magánszemélyek és vállalkozók jelentkezését a belügyminisztérium által létrehozott következő e-mail címen. Az EU szolidaritási alapjából az ország jelentős pénzeket hívhat le, a kárigény összesítésébe pedig az állam, az önkormányzatok, a vállalatok és a magánszemélyek által elszenvedett kár egyaránt beletartozik. A BM által létrehozott e-mail cím július 8-áig működik. A Dunai árhullám levonulása után elsősorban a zárt terek fertőtlenítéséről kell gondoskodniuk az árvízzel érintett területeken élőknek, az ingatlanok tulajdonosainak. Általánosságban elmondható, hogy a fertőtlenítéshez nem szükséges különleges készítményeket beszerezni, a kereskedelmi forgalomban kapható, a hétköznapokban is használt, fertőtlenítésre alkalmas termékekkel a művelet elvégezhető. A részletes információkért érdemes felkeresni a Népegészségügyi Intézet honlapját. A Szentendrei Dunaparton Dietz Ferenc polgármester a mobilgát működéséről és az árvízi védekezésről számolt be a város lakóinak, valamint Hende Csaba, honvédelmi miniszter is ellenőrizte a védműveket a helyszínen. Vasárnap délelőtt dr. Dietz Ferenc kávézásra hívta a városlakókat a mobilgát tövében. A tetőzés idejére meghirdetett találkozón a polgármester megnyugtatott mindenkit, a mobilgát bírni fogja a terhelést. Amikor építettük a mobil falat, nagyon sokan voltak a kétkedők, akik azt mondták, hogy hát ez mit fog kibírni az egész megoldás, nagyon szép és nagyon jó turisztikai szempontból, de igazán ténylegesen szolgálja azt az elsődleges érdeket, amit fontosnak és lényegesnek tartunk, hogy a lakosságnak az élet és a vagyonbiztonsága. Úgy gondolom, az elmúlt napok bizonyították, hogy szolgálja mindenképp ezt az érdeket, hiszen teljesen stabil és biztonságos a mobilfal. A mobilgát tövében mindenki a Duna tetőzését vártak, kávézgattak, fagyiztak. A Duna szintje nem sokkal volt alacsonyabb, mint a gát, de a helyiek nem féltek, bíznak a mobilgátban. Önöknek mi a véleménye erről az új mobilgátról? Félnek-e, vagy teljes biztonságban érzik magukat? Teljes biztonságban érezzük magunkat, nagyon örülünk neki, mert páratlan látványt nyújt, amikor leveszik a gátat, mikor nincs itt a víz, és nagyon örülünk neki. Hende Csaba honvédelmi miniszter azt követően, hogy bejárt a Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdánt, úgy nyilatkozott, rendkívül lelkes és szervezett munkát tapasztalt, s mind az erők, mind az eszközök rendelkezésre állnak. Hende Csaba elmondta, hogy a Dunakanyarban vasárnap reggel 6 órára egy 700 fős tartalékos egységet alakítottak ki, amelyet a riasztástól számított egy órán belül a térség bármely pontján be tudnak vetni. Az apadás most indult meg, remélhetőleg 36 óra múlva ez a térség kikerül a veszélyzónából, tette hozzá. A Magyar Honvédség teljes erejével mindent bevetve küzd, több mint 7000 katona dolgozik ebben a védekezésben, még további tartalékokról gondoskodtunk, mind emberben, mind eszközben, mind anyagban. Készek vagyunk arra, hogy a végsőkig tartsunk minden egyes gátszakaszt. Én bízom benne, hogy ez sikerülhet. A vasárnapi drámai események után a hétfő hajnali órákban 891 cm-rel tetőzött a Duna Szászhalombattán. Vasárnap buzgár tört fel a Hajós utcában, jelentős károkat okozva a környező házakban. Íme a rekordvízállások mementója egy óvárosi partmenti fán. 2006-ban 8 méter 60 centin tetőzött a folyó. Sorra érkeztek délelőtt a zsákok és a homok, tűzoltók, civilek építették a védművet. Ez a rész ez mindig víz alatt szokott lenni. Meg kell védeni mindent, három olyan hely van ugye a rév, ez ahol most vagyunk, a Kossuth utca végén, és a csónak ház, a régi csónak ház, ahol feljöhet a víz. A Duna mindeközben folyamatosan emelkedett. 10 centi emelkedés volt az elmúlt másfél órában, az biztos, de előbb még nem ért föl itt a csatorna bekötésig a víz. Hát elég gyorsan jön fölfele.
fát és oszlopot kell kerülgetni a kompnak a 100 halombattai oldalon. A magas vízállás a révház kutyáját kevésbé, a járókelőket annál inkább érdekli. A Facebookon ott lehet követni, hogy még a komp az közlekedik, és ezért vagyok a Facebookon, hogy a battai ismerősöket és a battai híreket. Követni tudja. Indulás előtt mindig tessék telefonálni. Sokan hívják a révészt, ma még közlekedtek, de nem tudni, mi várható a túloldalom. Tökölön ott baj van, tegnap voltunk ott bejáráson, aztán ott valakik önhatalmulag kinyitották a szigeti bejárót, és folyik be az árterületre a víz. Amint a révház oldalán lévő jelölés is mutatja, 2010 nyarán az árvíz idején eddig, azaz derékmagasságig ért a Duna itt az óvárosban, azonban 2006-ban 860 cm-en tetőzött a folyó, ez már jó mellmagasságig érő vízszint volt. Homokzsákoktól laszolják el a Fogolyútnál a felduzzadt Dunából áramló vízútját a Dunafüredi árokban, ez is a védekezés része. Jelen pillanatban azt próbáljuk elérni, hogy itt a zsiliprendszert homokzsákkal lezárjuk, hogy a másik oldalon, tehát a mentett oldalon sokkal kevesebb problémáink okozzon. Elég lesz nekünk akkor megküzdeni, ha esetleg felhőszakadás van, vagy eső, azoknak a keletkező vizeknek az átemelésével, és azokon a szakaszokon az árvízzel minél kevesebb gondjaink legyenek. Szerda délután is nagy volt a mozgolódás a csónakházban. Sokan voltak olyanok, akik az elmúlt napokban szinte minden percüket a gáton töltötték. Jó magam, 52. órája vagyok fönn. Ez úgy néz ki, hogy figyelőszolgálatot lát el az egész polgárőrség. Fizikálisan természetesen ilyenkor délután részt veszünk. Reggel vannak az eligazítások. Szél Pál is lapátolt és zsákkozott. Az önkormányzati képviselő állandó gátépítését szorgalmazza. Amikor ide érkeztem, egyből ezt javasoltam itt a itteni vezetőnek, és mondtam, hogy sürgősség indítvány, mert már fogom vinni ezt a testületi ülésre. Egyenlőre marad a nyúlgát. A víz már a kapuban van, de a bástyák és az esetleges utánpótlás már a helyén van. 250 tonna homok érkezett a 3 nap alatt ide. 18 ezer zsákba került be. Szerintünk a gát az állni fog, de a biztosítás biztosítása kedvéért a hajókat is átszervezzük. A másik garázs részünkben csináltunk helyet azoknak a hajóknak, ami még itt alul van. A Dunafüredi vízmérce ma délelőtt 6 méter 20 centit mutatott. A tetőzés jóval feljebb, egészen a gát tetején várható. De ezek a kispályás focikapuk jószerével már most sem lennének alkalmasak vízipólózásra sem. A kikötő hajóhídja megszokott lejtmenet helyett már emelkedő. Víz minden mennyiségben, a védekezés a ma délutáni felhőszakadásban is folyt. Mivel a nyúlgátak elzárják a vízútját, az esővizet sem engedik a Dunába, ezért kellett szivattyúzni az óvárosi Kossuth utcában. A második és harmadik fok közti állapot van, a védelmi vonalainkat kiépítettük, tartalékot összeraktuk, úgyhogy mi az előrejelzett magasságra felkészültünk. Sajnos vízből nincs hiány, és szerencsére önkéntesből sem. Sokan jelentkeztek, sokuknak meg is kellett köszönni a felajánlásukat, mert már nem tudtuk ma foglalkoztatni őket. Amennyiben szükségük lesz rájuk, akkor a megfelelő médián keresztül ezről tájékoztatást adunk. A Duna várhatóan hétfőtől tetőzik 100 halombattán. Magasodik a nyúlgát az óvárosban, barikád a Sirályban, a tiltás jószerével okafogyottá vált, a magasabb szintű védekezés azonban hatályba lépett. Az utca túloldalán sem bízzák a véletlenre, homokzsákok védik a pince felé vezető utat. Ott már része hasonló munkálatok van? Hát a katonaságnál. Ha kell, akkor homokzsákot pakolunk, ha hol hordjuk tovább. Ma volt éppen egy ilyen kis mérnöki tevékenység is, újra kellett szintezni a gát magasságát. Az összefogás szó szerint kézzel fogható, civilek, helyi intézmények, cégek dolgozói végeznek önkéntes munkát. Schuster mégis csak maradjon a kaptafánál. Ez az egyetlen száraz ki- és bejárási lehetőség a csónakházban. Valamennyi hobbikert, több hektárnyi szántóföld és a csapadékvízcsatorna is víz alatt van. A csónakházban lévő nyúlgátak bírják a strapát. Körbejárkálunk egy kicsit, hogyha valahol valami probléma volna, akkor igazítsunk a gáton, de leginkább a tűzoltó kollégák több szivattyúval tolják a becsurgó vizeket a Dunába. Ez már a Füredi nagygát, amely továbbra is stabilan ellenáll az áradásnak. Múltkor egy hónapja még itt mászkáltunk lent, meg ott egészen bent. Ijesztő egy kicsit.
Érden hétfőn tetőzött a Duna 830 cm-en. A még 1941-ben épült 3 kilométeres gát minden megerősítés nélkül állta a terhelést, pontosabban a folyó rendkívüli nyomását. Hétfő óta 65 cm-t apadt a Duna, ma reggel ugyanis Érdnél már csak 765 cm-t mértek, így már bizonyos, hogy a szomszédos településen semmilyen veszélyhelyzet nem alakulhat ki az árvíz miatt. Természetesen a Helyi Védelmi Bizottság is mindig a helyzet magaslatán volt és dolgozott. Őnekik több munkát adtak a százhalombattai problémák. Nagyon sok érdi jelentkezett önkéntes munkára. Őket, legtöbbüket átirányítottuk a Pest megyei Védelmi Bizottsághoz, hiszen a Védelmi Bizottság sokkal pontosabban és sokkal jobb helyeket tudott javasolni a munkavégzésre és a segítségre, de minden esetre köszönjük az érdieknek az önkéntes felajánlkozást, köszönjük a rendőrségnek, tűzoltóságnak azt a munkát, amit itt Érden a figyeléssel, odafigyeléssel elvégeztek, és hát természetesen a polgárőröknek, illetve a polgárőrségnek is szeretnénk ezt megköszönni. Érden az eddigi legmagasabb vízállás 2006-ban volt, akkor 846 cm-rel tetőzött a Duna. Az ófalusi részt több mint 70 éve egy 10 méter magas gát védi. Ugye most 830 cm volt Érdében a legmagasabb árhullám, tehát ha 10 méterre viszonyítjuk, akkor ez is érzékeltetik a számok, hogy még tartalékaink is voltak. Az előzetes várakozások ellenére Sziget-Szent Miklóst is érintette az ár, azonban jelentős károkat nem okozott. Minden idők legnagyobb árvize sajnos a Sziget-Szent Miklóshoz tartozó Lakihegyet is elérte. Az üdülő övezetben található Laguna utcai ingatlanok voltak a legnagyobb veszélyben. Volt olyan ház, amelynek a pincéjében a június 9-én bekövetkező tetőzés előtt már derékig érő víz gyűlt össze. A Duna Média Televízió naponta közölt friss információkat a területről, most a legfontosabb pillanatokat láthatják. Egyetlen nap alatt itt a képeken látható mértékben változott a Duna vízszintje a Laguna utcai egyik ingatlan előtt. Jól látható a változás. Most már takarítás, elrámolás az árvíz után. Itt az előbb említett fehér kerítéses ház mellett van még egy ház, ami bajban van, hiszen ahogy itt a nézők is láthatják, a pincében már körülbelül derékig ér a víz, és ugyanez a helyzet itt a kertben is. Itt a lakók azt mondják, hogy nem számítottak rá, hiszen az eddigi árvizeknél nem volt ilyen probléma, ők most cseppelre fognak menni idéglenesen. Jelen pillanatban nálunk még nincsen víz, a kertünktől még 50 cm-re áll, de áramunk nincs, mert már lekapcsolták. Nálatok? Nálunk a teraszon térdig ér a víz, lakásban még nem tudok semmit mondani. Tehát még reggel, mikor bementünk, még bokáig ért, mire kijöttek, már térdig ért. Számítottatok egyébként erre? Hát ugye itt ártéren nyilván azért ez... Nekem ez a negyedik árvízem is még soha nem jött fel a teraszra, most nagyon feljött, tehát azt most nem lehetett megmenteni. A statisztika szerint óránként 3 cm-t emelkedett a vízszint. A védekezésre fordított erők eddig soha nem látott intenzitása folynak. Ha csak arra gondolunk, hogy az utóbbi 3 évben, 2010 óta 250 milliárd forint ment a védekezésre, és a gátak megerősítésére ez egy horribilis összeg. Csak itt Pest megyében 700 ezer homokzsák került elhelyezésre, ami azt jelenti, hogy ennyi homokzsák volt a 2006-os nagy árvíz teljes országos védekezésére, akkor azt látjuk, hogy szintén mindent megtettünk. De a legfontosabb az embereknek a szemlélete. Azt tapasztaljuk, hogy mind a hivatásos kollégák, akár honvédségi, akár katasztrófavédelmi kollégák, mind pedig az önkéntesek nagy-nagy számban jelentkeznek. És ha ezt hozzátesszük, hogy például az én kollégáim, ugye közel 3000 ember a Pest megyei kormányhivatalból, akiket természetesen önkéntes és hozzájárulásuk alapján, de felkértem arra, hogy a gátakon dolgozzanak, ők is ott vannak, tehát mindenki hozzáteszi a magáit. Kell is ez a felkészülés, hiszen valószínűleg 9 méter körül fog tetőzni. Figyelem! Elrendelték a Dunagyűlő utcától a Dunáig elterülő területen az elektromos, az gáthálózatról való lekötés, az a tetőzéstől idáig 33 centit apadt összesen itt Lakihegyen a vízszintje, tehát azt tudom mondani, hogy nagyon ütembe húzódik vissza a víz. Természetesen a 15-20 házból néhány ház még mindig víz alatt áll,
és azok a házak is, amelyek már megszabadultak a víz fogságától, azoknak is szikkadni kell, és a szikkadás után takarítás és fertőtlenítés vár a házakra, udvarokra, illetve el kell majd szállítani azt a sok-sok ezer, vagy több tízezer homokzsákot és homokot, amelyet a védekezés közben ide szállítottunk. Tehát azt tudom mondani, hogy van még teendőnk bőséggel. A szigetszentmiklósi önkormányzat képviselői ígéretet tettek a lakók felé, hogy amiben csak tudnak, segítenek a károk mielőbbi helyretételében. A Szentendrei TV stábja a Vörös Kereszt adományosztó csoportját is elkísérte a kitelepített és lezárt Horányi területre. A napokban elkísértük a Pest megyei Vöröskereszt Szentendrei csoportját Szigetmonostorra, ahol adományokat osztottak a védekezőknek. A település polgármestere elmondta, hogy a helyi általános iskolában fogadták a Horányból kitelepítetteket. Magas a Duna vízszintje, ugye az egész Duna szakaszon jóval meghaladja a 2006-os szintet, ami az eddigi legmagasabb volt. Szigetmonostoron ennek következtében rendkívüli esemény is történt, ugye egy magas partnál a Duna beáramlott, és a település egy lakó övezeti része felé áramlott, ezért részkitelepítést kellett elrendelnünk. Mennyire volt megoldható ma az oktatás itt az iskolában? Volt oktatás, azzal együtt is, hogy a tornatermet a kitelepítettek foglalták el. Nem minden szülő hozta el a gyermekét, a pedagógusok ügyesen megoldották ezt a két feladatot együtt. Miután a Duna vízszintje gyorsan a másodfogú riasztási szint alá süllyedt, azaz 670 cm alá apadt, a rekord 796 cm-ről, elkezdték Szentendrén a homokzsákok elszállítását és a Papsziget környékének takarítását. A mobil árvízvédelmi fal eddig jelesen vizsgázott az elmúlt 50 év legnagyobb árvízénél, de a földgátak és ideiglenesen épített nyúlgátak is mederben tudják tartani az áradást. Azt mondani, hál' Istennek, hogy nyugodtan telt az éjszaka, tehát semmi olyan nem történt, ami említésre érdemes. Rajtunk kialakok voltak, például egy trafó elment, semmit az Ady Endre úton nem volt elektromos áram egy darabig, de attól függetlenül kisebb szivárgások voltak, ami teljesen természetes ebben a stádiumban a védőknek, semmi különleges nem történt. Amint inkább izgalmas az, hogy a tetőzés az elkezdődött, tehát terap 4 órakor volt a tetőzés, 796 cm-rel, és ma reggel 6 órakor pedig 793 cm-ről elindult vissza egy lassú apadás. Azért erről, mert ezek föl leugrálnak ezek a számok, ilyenkor 1-2 centit. Most azt hiszem 787-nél tartunk, tehát folyamatosan óránként 1-1 cm-t csökken, és ez most úgy tűnik, hogy ez egy ilyen standard, tehát egy ilyen állandó csökkenésnek is mutatható. A 11-es úton továbbra is korlátozzák a forgalmat, hogy az árvíz miatt kíváncsiskodók ne jussanak be a Dunakanyarba. A Danubius Hotel előtti félpályás útlezárást délután feloldották, a Barackvirág utcánál azonban továbbra is csak egy sávon közlekedhetnek az autósok. A hétvégén rengeteg önkéntes segítette a védekezést, több mint 2500 főt regisztráltak. Nem csak helyiek, hanem Budapestről, Szolnokról, Szegedről és Miskolcról is érkeztek segítők. A legtöbben a Városi Szolgáltató ZRT telephelyén töltötték a zsákokat. Gyerekkorom óta ilyen közösségi gondolkodású ember vagyok, és hát ez megerősített abban, hogy most nekem itt a helyem. És ez tényleg példamutató, hogy önök itt már napok óta rakták a zsákokat. Ön mennyire elégedett a szervezettséggel itt? Abszolút. És mindenkinek köszönöm, aki, ha nem tudott lapátolni, hozott süteményt, kávét, bíztatott. A VSZRT-nél az egyik raktárépületben állítottak fel a frissítőknek asztalt. Itt kávét, teát és szendvicset is kaptak az önkéntesek, és a térségbe vezényelt katonák is. Az előrejelzések és a szakemberek véleménye szerint szerdán szűnik meg a vészhelyzet, akkor minősíthetik vissza a készültséget harmadfokúvá. Most lassú, 1-2 cent is lesz, ahogy mondtam, az apadás, itt folyamatosan látunk, utána ez egy ugrásszerű hirtelen csökkenés lesz, ami azt jelenti, hogy fokozott gondosság. Munkatársaim nevében köszönöm, hogy velünk tartottak, a szokott időben várom Önöket. Viszontlátásra!